Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Engedjék meg, hogy a mai műsort egy kellemes visszaemlékezéssel kezdjem. Valamikor nagyon sok évvel ezelőtt volt részem részt venni egy olyan rendezvényen, ami örökre emlék maradt számomra, hiszen eleve az elképzelés is csodálatos volt, és a megvalósítás minden része nagyon sokakat vonzott. Talán emlékeznek rá, a tó körül öleléséről volt szó, egészen pontosan a székesfehérvári csónakázótó körül gyülekeztek össze, gyerekek, felnőttek, iskolások, dolgozók egyaránt, hogy körül érjék és átöleljék a tavat, ezzel is felhívna a figyelmet abban az évben a siketek és a nagyot hallókra. Akkor találkoztam én először egy hölgyel, aki azonnal megragadott, a lelkesedése, a lendülete, a jókedve, az energiája. Csak később tudtam meg, hogy pedig ő is volt esembeteg. Ugye nem is gondolják, hogy kiről beszélünk, de hogyha azt mondom, hogy kutyák, és azt mondom, hogy aska, bizonyára mindenkinek megvan, hogy vendégünk lehet a mai napon Molnár Tamásné Zsazsa, az aska titkára, az állatmenhely vezetője. Köszöntelek szeretettel. Szia Csilla, és nagyon örülök, hogy eljöhettem hozzád. Bizony ott találkoztunk először, és már mindjárt ott is lehetne a kérdésem, hogy hogy kerültél oda? Tehát mi részed volt neked ebben a programban? Valójában nem csak a siketekről és nagyothallókról szólt ez a rendezvény akkoriban, hanem minden olyan emberről, aki valamilyen fogyatékossággal vagy mássággal élt abban a környezetben, ahol én mozogtam, és rájuk szerettük volna felhívni a figyelmet egy nagyon jó kezdeményezéssel, aminek 5 eseménye volt. Azt gondolom, hogy talán az utolsón szaladtunk mi össze és ismerkedtünk meg, mert én emlékszem rá, hogy az első év az egy ilyen nagyon kis, éppen hogy körülértük a tavat történet volt, és az 5. eseményre több mint 5000 ember jött el, és buszokkal érkeztek a résztvevők azért, hogy egy dalt elénekeljünk együtt, megfogva egymás kezét, és átöleljük a tavat, és ezzel felhívjuk a figyelmet arra, hogy vannak közöttünk, akik segítségre szorulnak. Ott dolgoztál, mint jeltolmács. Ez hogy került a te életedbe? Némi köze van az esemhez, hiszen pont az esem miatt volt az, hogy mozgásomban némileg korlátozott lettem, ami manapság már lehet, hogy furcsának tűnik, de igen, a bal oldalam leállt, és elég nehezen mozogtam. Engem a jelnyelv az mindig érdekelt. Tehát mindig csodálattal néztem, hogy jár a kezük, és megértik egymást, ez hogyan van. És akkor én kis naív, azt hittem, mivel hogy nem ismertem még a siketek világát, hogyha én nem fogok tudni járni és kerekesszékbe kerülök, akkor még mindig fogok tudni dolgozni úgy, mint jelnyelvi tolmács, hiszen a kezem, igaz, hogy egy, de működött. És így kezdtem el jelnyelvet tanulni, majd lettem később a siketek és nagyothalók Fejér megyei szervezetének a titkára, és hát itt ismertem meg tulajdonképpen a siketek világát, ami egy nagyon szép világ és csodálatos emberek, tehát én mindenkinek javasolom azt, hogy igenis érdeklődjön a jelnyelv iránt, nagyon különleges, és hát azok az emberek, akiket sokan nem ismernek, és elzárkóznak előlük, mert nem tudják, hogy hogyan kezeljék ezeket a szitukat, ismerjék meg és meglátják, hogy pont olyanok, mint mi. Tulajdonképpen a felvezető történet miatt nagyon előre szaladtunk, pedig én kíváncsi lennék arra, hogy hol nőttél fel, milyen környezetben, és milyen kislány voltál. Mert ugye mindig érdekel, hogy milyen út vezet mondjuk az askához, ennyi kutya közé. Egyke vagyok, és panellakás 4. emeletén nőttem fel. Apukám volt ilyen állatbarát. Anyukám annyira ezt nem díjazta, főleg, hogy én úgy döntöttem, hogy hangyákat is fogok a lakásba etetni és tartani, és vonultak, és anyu nagyon ideges volt, majd mikor a Spice-ból kicsempésztem a rizst, hogy én etetem a galambokat, azért ez abban az időben annyira nem volt jó dolog, plusz ugye anyunak hogy néz ki az erké és egyebek. Majd bekerült a történetbe az, hogy lehetett madaram, pintjeim, papagájom, de kutyáról szó nem lehetett. Tehát az kizárt dolog, hogy nekem kutyám legyen. És akkoriban, ahol én laktam az akkori József utcában, ott volt egy ilyen kis kamas csapat, akik szintén ilyen kis őrültek voltak, és akkor elkezdtünk ilyen utcán lévő kutyákat úgy összegyűjteni, és akkoriban a Gyümölcs utca még nem volt kiépülve, ott ilyen grund volt a régi szép időkben, dzsumbújjal, és ott volt nekünk egy ilyen kis bunkerünk, ahol ugye mi a kutyákat etettük, hordtuk le otthonra a kajamaradékot, és lakott az utcában a Csaba doktor bácsi,
aki megadott neki védőoltást. Nagyon ki voltam képezve. Ez már szinte menhely. Abszolút. Abszolút ki voltam már akkor képezve mindenből. Keresztapám a mai napig emlegeti, hogy mit vigyorogtak meg rajtam, amikor én mondtam, hogy de be kell oltatni a kutyát szopornyica ellen, és ők azt hitték, hogy én ezt valahogy úgy kis gyerek fejemből kitaláltam, és abszolút megdömmelve tapasztalta, hogy jé, tényleg van ilyen kutyabetegség, ez a gyerek valamit akar. És hát így indult az én kutyás őrületem, tulajdonképpen aztán, amikor a Iszkai hegyen lévő kis hétvégi telkünkre oda keveredett egy öreg kutya, na, ő volt az én első kutyám, a kis fogatlan szegényként, bár mindenki félt tőle, de hát foga nem volt, őt kirakták, és hát ő is az a hányatatott sorsú. Megálltak a 8-ason, kitették a kutyát, bejött a kertünkbe. Ezt apukám a mai napig úgy mesél, hogy amikor meglátta, és ment be a kertbe, és meglátta a teljesen idegen kutyát, aki állt vele szembe, úgy volt, hogy mondta neki, hogy na öcsém, most megmelegítem a lecsót. Ha nem harapsz, meg ehetsz belőle. Ha megharapsz, mész világgá. És Teddy nem harapta meg, tehát Teddy ott maradt nálunk nagyon sokáig még. Végül is nem is tudom, egy ilyen, talán 3 vagy 4 évet élt ő még velünk, de amúgy is egy idős kutya volt, de sajnos epilepsziás lett, úgyhogy őt el kellett altatni. Kicsit olyan ez az egész, mint a sors keze. Igen, hiszen... valami ilyesmi. Aztán én kerintem mindenhova, tehát igazándiból én a Heroes menhelyen is voltam önkéntes. És ott tehát tulajdonképpen is... ettől kezdve te már tudtad, én... hogy állatokkal fogsz foglalkozni, vagy másnak is készültél. Én szerintem, hát első körben magyar történelem szakos tanárnak készültem, tehát innen indult a történet. Valahogy ez viszont mindig bennem volt, hogy nevelni és tanítani szeretnék. Ez úgy bennem volt, de nem volt ilyen, hogy akkor én most állatmenhelyet fogok létrehozni, vagy hogy fogyatékkal élőkkel fogok együtt dolgozni. Nem tudom, én ebbe belenőttem. Tehát nálunk a családban látássérültek, anyukám testvérei mind a ketten vakok voltak, és vele együtt ugye a családtagok és a párjaik is. Az egyiknek mozgáskorlátozott, a másiknak pedig szintén látássérült volt a párja is, tehát én nekem totál természetes volt ez a környezet. Nem volt idegen. Az, hogy segíteni kell, hogy nem kell tőlük félni, hogy nem kell attól megijedni, ha azt mondom egy látássérültnek, hogy figyelj, nézd meg. Tehát ettől nem kell megijedni, ők ugyanúgy használják ezeket a szavakat, mint mi. És ez úgy mind ugye az életemben benne volt, és nem tudom, így ragadtam. Tehát szüleim is ilyenek voltak, hogy mindig segítettek, támogattak másokat, nekem ez totál természetes volt. Hol fejezted be a tanulmányaidat? Én a Hunyadiba jártam, könyvelnék, de hát ugye én nem az a fajta vagyok, aki leül 8 óra hosszát egy asztalhoz. Bár azért azt is kell. Azt is kell, persze, de én nem tudnék, tehát próbálkoztam én ilyen kis irodakukac lenni, de ez nekem sosem jött be, tehát én nekem az a, hogy mondjam neked, tehát Az, hogy minden nap, mindig pontosan ugyanazt csinálni, ez engem nem elégít ki. Valószínűleg az életemben, amik voltak, akár a siketekkel kapcsolatban, akár az állatokkal kapcsolatban, mindig új dolgok voltak, tehát sosincs két egyforma napom. És én ezt nagyon élvezem, nem mondom, hogy nem fárasztó, mert ha azt mondanám, akkor nem mondanék igazat. Fárasztó tud lenni, de még mindig jobban éberen tart, mint hogyha csak ülnék, és raknám abba a szép, nagy könyvbe a mérlegeket. Hol kezdtél akkor dolgozni az iskola után? Iskola után én voltam az Ikaruszba, ott, hát ilyenkor szoktam mondani, hogy tulajdonképpen én már majd 40 évvel ezelőtt dolgoztam számítógépen, csak akkor még akkorák voltak, mint a stúdiófal. Airbus és a többiek. A úgynevezett GAFO részleg, ez ilyen adatrögzítő, ami lyukkártyás rendszer volt, de minket tovább küldtek az akkori SZÜV-be tanulni, és hát mi már nagyon komolyan számítógépen dolgoztunk. Már akkor. Persze, hát ezt a tudásomat azért nem tudtam az egekig fejleszteni, de biztos, hogy azért sokat segített, hogy akkor én már láttam számítógépet, amikor még a legtöbb embernek azért nem igazán volt ilyen tapasztalata. Aztán dolgoztam én a Köfénbe is, dolgoztam a Hungaluba, ott ugye már ugye rendeléseket intéztük. Dolgoztam a környezetvédelmi felügyelőségen, akkor kezdtem el indulni ebbe az irányba. Úgyhogy szépen lassan kanyarodtam ide, vagy nem is tudom, hogy kerültem ide végül is, de eljutottam ide, hogy most egy menhelyet vezetek. Tehát valójában elég sokáig kerested az utad, és gondolom, sok mindent megpróbáltam, igen, azt gondolom, hogy sok mindent megpróbáltam, ami nem baj, tehát
Én a mai napig is azt mondom, hogy tulajdonképpen egy 14 éves gyereknek elképzelése sincs, hogy ő mi akar lenni, ha nagy lesz címszóval. Tanulunk valamit, amit aztán utána tanulhatunk egyéb dolgokat is, hiszen ha azt veszem, folyamatosan tanultam egész életemben, és most is tanulok, mert miért ne? Ez kell is nekünk, de ha nem ismerem meg a dolgokat, akkor nem tudom, hogy akarom-e csinálni. Mert az, hogy én láttam valamit, vagy hallottam valamit egy dologról, ezt ki kell próbálni mindent, én azt gondolom. És akkor az útkeresésedről kell beszélnünk, hiszen megállította ezt egy betegség, ami úgy ért el, hogy már férnél voltál, és már gyermek is volt, igen, nem tudom. Tulajdonképpen a harmadik gyerekem születése után jött ki ez a... Hát ez nem igaz ebben a formában, tehát akkor tudtam meg, hogy esembeteg is vagyok címszóval, mert hogy mint később kiderült, amikor ugye visszanéznek kortörténetet, és hogy megpróbálják belőni, hogy mikortól jön ez ki, igazándiból folyamatosan voltak tüneteim, amiről nem tudtam, hogy az, mert hát miért kéne nekem tudnom, hogy egy ilyen van a történetünkben, hanem amikor már tényleg annyira romlott az állapotom, mert hogy én nem vagyok egy ilyen orvoshoz járó típus, ez szerintem kristálytisztán látszik ebből a történetből is. Engem úgy szoktak vinni, tehát én amikor orvos elé kerülök, akkor már visznek, és akkor már eléggé le voltam amortizálódva, de mert hogy ez egy ilyen fokozatos történet volt, utólag visszagondolva jöttek ki azok, hogy nagyon sokat botlottam, fönnakadtam, ittottam, ott elejtettem dolgokat, összetörtem dolgokat, és amikor ez az erőteljes romlás jött, akkor azt vettem észre, hogy iszonyatosan fáradok, nagyon fáradok, és mondjuk az, hogy egy szatyrot így eddig fölkaptam így, az úgy tűnt, mintha nem tudom, én egy 5 mázsás bőröndöt cipelnék, és iszonyatosan elfáradtam mindenbe, és hát fokozatosan leállt, ez se veszi észre az ember, erre például egy szegény barátnőm már nem él, de ő hívta föl rá a figyelmemet, hogy feltűnte az, hogy nem működött a kezem rendesen, akkor azt jelentette, hogy nem így fogtam meg mondjuk egy üdítős üveget, nem bevágtam a hónam alá, és akkor úgy tekertem le a kupakot. De mert hogy szépen ezt fölépítettem magamba, fel sem tűnt, hogy mivel nem működik, nem használom. És ha nem használom, nem is fog működni. És Guzeó tanár úrhoz kerültem, áldom a sorsot érte. Tényleg ő az, aki nem azt akarta bennem tudatosítani, hogy én most beteg vagyok, és akkor én nekem itt vége a világnak, mert hát mi van akkor, amikor az ember hallja azt, hogy esem, hogy kerekesszik, és soha többet nem mozgok, nem beszélek, de jönnek hozzá a történetek. Sajnos sokszor láttuk, hogy ez lett ennek a betegségnek a vége. Biztos vagyok benne, hogy rengeteget számít az a része, hogy ezt lelkileg hogyan tudjuk feldolgozni. Az is hazugság lenne, ha azt mondanám, hogy én első perctől kezdve ezt így leráztam, mert ez nem igaz, hiszen valóban mindenki végigjátsza azt a lelki folyamatot, amikor szembesülsz valamivel, ami effektíve egy tragédia, azt meg kell értened, azt fel kell dolgoznod, aztán jön az, hogy miért pont én, jaj, de sokszor fölraktam magamnak, én is ezt a kérdést feltettem magamnak, hogy de miért pont én, aztán el kell engedni ezt a történetet szépen, és azt mondani, hogy jó, akkor ezen túl leszünk, ami egy nagyon hosszú és nagyon kemény folyamat volt. Tehát az nem úgy volt, én most kitaláltam, oké, akkor én hónaptól megyek. Ez nem így történt, hanem ez egy másfél éves kőkemény meló volt. Mennyi idő volt az, amit ágyba töltöttél? Mert téged is ledöntött azért annyira, hát, ha jól tudom. Igazándiból az, hogy folyamatosan ágyban, tehát most képzeld azt a szitut, amikor azt gondolom, hogy már pedig én mindent megcsinálok, holott nem tudom megcsinálni, de akkor is meg fogom csinálni, és ha kell, akkor úgy állok neki takarítani, hogy akkor ott 4 kézláb csúszok, mászok, és akkor is én fogom megcsinálni, mert nekem senki ne segítsen, tehát ez kell egy ilyen félőrület, de ebből úgy fel kellett állnom, tehát nem mértem én azt, hogy mennyi idő, meg így nem is maradt meg, megmondom őszintén. Olyan dolgok maradtak meg a fejembe, hogy mi volt, ami nagyon elindított azon, hogy ezzel lehet változtatni, mert amíg ezt mondják, és nem látsz rá példát, addig igazándiból, mondja. Nagyon nagy szerencsének tartom azt is, hogy ugye ott éppen elfekve nézegetem a tévét, és akkor az egyik csatornán, ahol ilyen érdekes dolgokról volt szó, egy olyan emberről készült riport, akinek agyvérzése volt. És hogy ő imádott kertészkedni, és mindene volt a kertje, és minden volt az, hogy a fáit nyírja. És az agyvérzése következtében lebénult a jobb oldala. És ez azt jelentette, hogy ő nem tudott kertészkedni. És egy ottani orvosgárda kitalálta azt, hogy már pedig
meg kell próbálni újraindítani azt a jobb oldalt úgy, hogy nem használja a bal oldalt. És akkor én így elkezdtem gondolkodni, hát de miért ne? És jött az, hogy én zsebre vágtam a működő jobb kezemet, és már pedig meg kell mozdulni a balnak. Na most egy doboz gyufát, ha kiborítunk és visszarakjuk, az egy átlag embernek 3 másodperc, nekem az egy nap. És egyesével gyufaszálakat berakni, az hányszor fog még onnan ledőlni az asztalról a földre, a szentek jöttek le az égről, volt sírógörcs, minden, amit el lehet képzelni, és így indult el. Tehát ezt így lehetett szépen felfejleszteni, de ehhez kellett egy bizonyos makacság, és azt gondolom, hogy nagyon sok esetben azok, akik hasonló szituban vannak, nem eléggé kitartóak, tehát magától semmi nem fog meggyógyulni, semmi nem fog változni, semmi nem jön létre, mindent meg kell csinálni, paprikás krumplit is meg kell főzni ahhoz, hogy enni tudj, egy betegségre is rá kell dolgozni, hogy abból kigyere. Motiváció adott volt, hiszen igen? Ott volt a férjed, ott volt a 3 gyereked, és mindjárt ez adja a következő kérdést, hogy tudtátok ezt az időszakot így átvészelni? Tehát a kicsi gyerekek hogy élték meg, hogy te ilyen problémával küzdesz? Zseniálisan. Tehát ezt akkor is elmondtam, meg így visszagondolva is, a család valami, nem tudom, tehát ők is valahogy egy teljesen normálisnak fogták föl, hogy most ez a szitu van, és ezen kell túlélni, és átlépni, nagyon sokat segítettek, hát akkor a lányok már ilyen 10 évesek voltak, a nagyok, a pici az ilyen 3-4, és abszolút bennük volt az, hogy nagyon jól tudták szűrni, hogy mi az a pillanat, amikor közbe kell szólni, és azt mondani, na akkor most én fogom, tehát mikor már a 3. kiló liszt borult le, mert akkor is én fogok valamit ott megcsinálni, akkor mondták, hogy jó, akkor most fejezd be, anya, üljél le, aztán megcsináljuk. Tehát nagyon-nagyon jól vették, nem tudom, veregessük a vállunkat, hogy így neveltük őket, vagy hogy ösztönösen bennük volt, nem tudom. Nagyon jó vették az akadályokat, és én remélem, hogy nem marad bennük ez egy olyan nagyon maradandó, vagy bármilyen sérülés, ez a rész, ami volt az életünkben, azt gondolom, hogy tök jól átvészeltük. Gyorsan megtanultak főzni, megtanultak önállónak lenni, és megtanultak segíteni otthon. Igazándiból ők mindig úgy voltak, hogy mondjam, el szoktam mondani, hogy nekem 3 lányom van, és mi nem voltunk sohasem azok a nagyon, nagyon szigorúan gyeplőt fogó szülők, ellenben voltak ilyen határaink. Tehát volt egy kör, amit még át lehetett lépni, de akkor már figyelj oda, és van még egy kör, amit viszont szigorúan tilos átlépni. És ők tök jól tudták, hogy hogyan kell navigálni ezeket a sávokat, és nagyon jól tudják, hogy mikor van az, amikor oda kell állni. Tehát mondok egy tök egyszerű példát, mondjuk volt egy haláleset a családban régebben, amikor csak annyi, hogy kiment a hír, hogy ez történt, és nem kellett azt mondani, hogy te ide mész, és ezt csinálta, oda mész, és azt csinálod, hanem már jött az üzenet, vagy a telefon, hogy figyelj, akkor én rendezem a kaját, oké, én megrendelem a virágokat, oké, te ide mész, és mindenki tudta, hogy mi a dolga. És azt gondolom, hogy ebből a szempontból iszonyatosan szerencsés vagyok, hogy ilyenek a gyerekeim, hogy tök jól tudják a dolgukat, mindig ott vannak a helyükön, amikor kell, és nem kell őket pluszba terelgetni, jól tereltük őket annak idején, azt gondolom. Szerencsésen felgyógyultál, szerencsésen megtanultál újra járni, mozogni, működni, és elkezdtél dolgozni az első munkahelyed a betegséged után. Hova vitt? Első munkahelyem a ez betegség. Ez még nem a Herosz? A Herosz az már megvolt előtte. Tehát én már a 90-es években a Herosznál ott voltam, akkor az alapjaimat tulajdonképpen én már ott megszereztem ilyen kutya egyéb történetekkel. Sőt, az első kutyám is a Heroszból volt, illetve a Herosz által közvetített. Tehát most tulajdonképpen akkor az állatok közelsége folytatódott folyamatában. Az végig ott volt, tehát az egész életemben megvolt a háttérben, sőt, amíg én Sinosban mentem dolgozni. Most azon kotolt az agyam, hogy hova mentem dolgozni. Mikortól lett főállásod az állatokkal való foglalkozás? 2007. 2007-től vagyok én az Askánál. De mondom, ez végig ott volt, tehát amíg én a Sinoszban voltam, addig is ugyanúgy a háttérben, ugye a férjem ott dolgozott már, és folyamatosan hirdettük a kutyákat, kerestük a gazdákat, fotóztuk a megtaláltakat, és ezt én a kis szabad időmben éjszakánként töltögettem az internetre, akkor még nem volt ilyen közösségi oldal és társai jellemben, voltak különböző oldalak, ahol tudtuk, hogy a kutyások fönt vannak.
És hát a régi kutyás körökkel ugye a mai napig tartjuk a kapcsolatot, mi már nem vagyunk olyan gyerekkorban, viszont van mögöttünk egy olyan fajta tapasztalat és tudás, amit nagyon szívesen átadunk a következő generációnak, mert hogy lassan mi ebből ki fogunk kopni, tetszik vagy nem tetszik, fizikailag nem fogjuk bírni, mert benne vagyunk a korba ezt a történetet. Sajnálattal látom, hogy ma már mindenki mindent tud az állattartásról, de mégse úgy csinálják, ahogy az kellene. De hát majd meglátjuk, alakulni fog ez is. Hogy alakult ki az Aska menhely? Az Aska menhely az úgy alakult, hogy tulajdonképpen az állatkórház elkezdett foglalkozni, ahol az én férjem is dolgozik, elkezdett foglalkozni a kóborállatokkal. És akkor akkoriban volt egy ilyen ötkeneles történet arra, hogy mi legyen az állatokkal, és akkor még volt az, hogy a Héroz fogja tudni fogadni a kutyákat. De aztán annyira megnövekedett a kidobott, meg elkoborolt, akkor még nem voltak azonosítók a kutyákba, tehát nagyon nehéz volt hazajuttatni őket, hogy egyszerűen el kellett azon gondolkodni, hogy ezeket a kutyákat valóban el kell rakni, aztán ezeket a kutyákat valamiből el kell tartani. És ezért jött létre tulajdonképpen az alapítvány, aminek a célja a sérült és beteg állatok ellátása, gazdához juttatása, és minden, ami ezzel jár. És akkor ez így szépen elkezdett fölépülni. Rengeteg munka van benne, iszonyatos mennyiségű munka van benne. Ezt az egész történetet, ha bárki, akár én, akár akikkel együtt dolgoztam, ezt egy munkának fogták volna föl, vagy munkahelynek fogták volna föl, akkor ez nem lenne. Tehát ehhez ilyen félőrültek gyülekezete kellett, akik tényleg éjjel kettőkor is fölvették a telefont, éjjel kettőkor is beültek a kocsiba, akik egész nap ledaráltak 200 kilométert, majd visszaértek és nekiálltak keneleket takarítani, kutyákat hordozni műtétekre, kezelni, etetni, minden egyebet. És hát ez azért több mint 15 éve eltelt, amíg ez kiépült azzá, ami már manapság van. Igazándiból maga az alapítvány az ugye 2003-ban jött létre. De addig úgy voltunk, nem nagyon tudtunk mit bemutatni, úgy próbáltunk fejlődni, előrelépni, és akkor 2008-ban már akkor mondtam azt, hogy jó, akkor most el kell kezdenünk nagyon keményen marketingezni, ezt mi már nem fogjuk bírni, így a saját kis erőnkből, szükségünk van támogatókra, szükségünk van segítőkre. Most azért mosolygok, mert eszembe jutottak a szivárvány keneleim, amikor legelőször úgy festettük le a kenelsort, hogy megkértük a segítséget, hogy hozzatok egy doboz festéket. Aminek az lett a következő, hogy minden kenel más színű volt, mert mindenkinek ami volt otthon éppen, olyan színűre festettük azt az adott kenet, és ezt a mai napig emlegetik a lányok, pedig ez egy 11-nehány éves történet, hogy hát a szivárvány kenelek hogy néztek ki, volt abban lila, sárga, rózsaszín, kék, fekete, minden, amit el tudsz képzelni, de ott indult el egy olyan közösség, akik beálltak mögénk. Nagyon sokan időközben már kikoptak, mert megöregedtek. Családot alapítottak, külföldre mentek, elköltöztek másvárosba, de mindig jönnek helyettük újak és újak és újak. Tehát mindig van mögöttünk egy ilyen, hát szerintem egy ilyen 50 fő stabil gárda, aki ott van, hogyha bármire szükségünk van. És akkor ők azok, akik nekünk a mindennapokba, a kutyák szocializálásába, a fotózásba, a rendezvényekbe, az adománygyűjtésekbe mind-mind besegítenek. Mert lássuk be, az, hogy mi ott vagyunk, az a kis pöttömke csapat, ha csak azt visszük végig, hogy naponta ellátjuk a kutyákat, már megtelt a napunk. Ahhoz, hogy ebből mi tovább lépjünk, sok emberre van szükségünk, és ezt a sok embert nekünk meg kell találni, akikkel mi együtt tudunk dolgozni. Hogy néz ki egy napod manapság? Sűrűn. Én igazándiból ilyen hajnali kis pacsirtán vagyok, tehát én valami oknál fogva nekem 5 óra, 4 óra, 40 perc, hogy kipattan a szemem, és akkor gondolkodok rajta, hogy már megint miért keltem föl, tehát én 5-kor elindulok, és akkor indul a napom, kávé, ez a legelső, és akkor utána ebbe az időszakba vagyok én azt gondolom szellemileg a legfrissebb, tehát én ilyenkor gyorsan leülök és tanulok. Most éppen nyelvet tanulok meg én, és erre ez a reggeli időszak, amikor csönd van, meg nyugalom, ez tökéletesen alkalmas, és akkor elindul a napom, ami azt jelenti, hogy nekem már a telefonomon az üzenetek, illetve a hívások, azok olyan fél hét magasságában úgy elkezdenek ömleni, és ezek úgy betartanak, tehát mondjuk nálam egy ilyen napi 50 hívás az még nem szám.
Tehát ez egy átlagos napom, amikor annyit csöng a telefonom. És akkor bemegyek, megbeszéljük a kollégákkal, ki, mit, merre, hogyan. Átnézzük az állatokat, ki az, akit kezelni kell, ki az, akit nem kell kezelni. Van, aki elintézi a takarítást, az etetést és az egyebeket. És akkor jönnek sorba a hívások, a kérdések a kutyákról, az esetleges adományokkal kapcsolatban. Én most már szépen lassan ugye elkezdtem kijönni a valós napi fizikai munkából, tehát vannak napok, amik az enyémek, de már nem vagyok minden nap bent a kutyák között aktívan. Megint csak a korom az oka, hogy fizikailag annyira el tudok fáradni már ebben, hogy nem megy. És ezt belátom, legalább nem kilódok. Így átvettem azt az adminisztrációs történetet, illetve pályázatok és támogatások gyűjtését, amivel magát a működést fogom tudni biztosítani. Minden olyan gyakorlati tapasztalatot, amit én megtanultam, ugye középső lánykámmal dolgozom én együtt, ő neki szegénykémre úgy ömlesztem és nyomom és adom neki, és nagyon okos, és nagyon ügyes, és mindent tud, tehát megtanulta valóban, és nagyon jól tudja is kezelni a helyzeteket, bár néha azért még kell a segítségem, tehát amikor ilyen nagyon kemény eljárások vannak, mert ugye nagyon sok olyanban benne vagyok, akkor én megyek, ha nagyon macerás ügyfél van, aki föl van háborodva, vagy vajon miért fogtuk meg a kutyáját a nem tudom melyik főút kellős közepén, a lépen balesetet okozott a kutya, és akkor mi vagyunk a hibásak azért, mert a kutyája nálunk van, őt meg megbüntetik, ezeket megint én kezelem. Az, hogy én ezt tudom kezelni, az valószínűleg magának a természetemnek, az elmúlt élettapasztalatomnak köszönhető, hogy nagyon higgadtan, nagyon nyugodtan szoktam rendezni ezeket a szitukat, és az őrjöngő ügyfeleket is úgy szoktam kiengedni a kapu, hogy nagyot köszönnek, mikor elmennek, tehát nevelek. Az Aska menhelyen több száz kutya. Igen. Otthon a család, a szüleid, van. A férjed, a három lányod, az öt kutya, egy cica. Emellett nagyon sokat beszélgettünk mi a rádióműsorokban is, és egyébként is kutyákról, és én mindig úgy éreztem, hogy teljesen mindegy, hogy milyen keverék, milyen persze. állapotú, kicsi vagy nagy kutya kerül hozzátok, te képes vagy kötődni? Hogyne. Ezt hogy lehet bírni? Hogyne. Sok mindent meg kellett tanulni, tehát amit én látok amúgy, ha egy pillanatra rátérünk az állatvédelemre, a legnagyobb bajt az okozza, hogy nagyon sokan kötődünk az állatokhoz. Ezzel nincs baj. De meg kell húzni azt a határt, amikor tudomásul veszem, hogy én egy pótmama vagyok. Ez iszonyatosan nehéz. Tehát ez egy fura dolog, mert például, ha én valakit hazaviszek idéglenesbe, az nálam ott ragad. A menhelyen tudomásul veszem, hogy addig én vagyok a pótmamája, és nincs semmi gond, és imádom és szeretem, és lehet, hogy hazaviszem ezt is, címszó. Igen, vannak ilyen küzdések odahaza. De tudomásul veszem, hogy el kell engednem a kutyát, és adok neki egy jobb életet. Na most a legtöbb helyen azért tornyosulnak fel az állatok, meg azért vannak olyan nem menhelyek, de állatvédők, ahol 50, sőt 100 állat is él, mert nem tud tőle megválni. Nem tudja továbbadni, annyira kötődik hozzá. Ezt meg kell tanulni, és ez nem könnyű, ez tényleg valóban át kell beszélni saját magunkkal, hogy mi most egy nevelőszülői szerepet kaptunk, ami azt jelenti, hogy nekünk össze kell rakni a kutyát, tehát fizikailag, lelkileg helyre kell raknunk, segítőkkel együtt nagyon sok dolgot megtanítani, neki biztosítani azt, hogy ő itt van, és ugyanúgy, mint amikor gyereket nevelünk, amikor eljutottunk oda, hogy mehet, akkor engedni kell, hogy repülj. Itt az élet előtted, bármikor visszajöhetsz, mert én itt vagyok. És tündérek már tudják, tehát hihetetlenek. Ma is, mielőtt jöttem, még a kórházba, amikor mentem át, jött vissza az egyik kutyánk műtét utáni újabb antibiotikumra, kis biliével ott ült, szerintem megrettenve, és mondtam neki, hogy szevasz. És megdöbbent a kutya, rám nézett, oda dugtam a kezem, mondom, mucika, én vagyok. És akkor így rám nézett, és már nyakamban is volt a kutya abban a pillanatban, mert nagyon érdekes, tehát ez a gazdásoknál is előfordul, amikor jön a gazda a kutyájára, akkor azt képzeli, tudod, mint a filmekkel, hogy így rohan felé a kutya, és akkor jaj, megjött a gazda, és a kutya nem így fogja reagálni egyáltalán, mert neki át kell gondolni, hogy ő most egy tök idegen helyen van, ő ahhoz a szituhoz alkalmazkodott, na most akkor mit keres itt a gazdám? Na ugyanígy működünk, amikor a mi kutyáink vannak, egy darabig úgy megdöbbennek, hogy te most mit keresel itt,
neked nem itt a helyed, én máshol láttalak, aztán tudatosul a történet, összerakja, és akkor nagyon boldog lesz. Örömmel hát hallgattalak, Zsuzsa, de sajnos elszaladt ja, az időm. Mi mindig így járunk. Így van, sok mindenről tudtunk volna még beszélni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és vállaltad ezt a beszélgetést. Kedves nézőink, az elmúlt fél órában Molnár Tamásné Zsuzsa, az Aska Menhely vezetője volt a vendégünk. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!